Jó estét kívánok mindenkinek! Ha megengedik, akkor most rendhagyó módon egy program, jövő heti programmal kezdeném. Holnap este 6 órakor ugyanis egy hasonló kiállást szeretnénk szervezni, mint ami több esetben volt már a városban több különböző szervezet által meghirdetve. Itt most a Vásárhely Jövőért Egyesület szervezte, és önkéntesek már a város legtöbb postaládájában is juttatták a meghívót ehhez. Ugyanis most legújabban Berényi Károly, általam is nagyon szeretett és tisztelt gyermekorvos, vált áldozatává a pártállamnak, a gonosznak. Őt próbálják lejáratni, támadni. Két kirúgásról beszéltünk a múltban, ezekről is szeretnék megemlékezni. A kapcsolatközpont vezetője Bálint Gabriella venesztette az vele szemben is pályázatot benyújtó Lénárt Miklóst az állásából, illetve Kalai Árpád, a kórház vezetője, küldte el Pető Csaba beteghordót, aki a Kétfarkú Kutyapártnak a helyi vezetője és képviselője. Berényi doktort nem tudták elküldeni, mert nem állami alkalmazott. Ő neki arra kellett ébredjen a tegnapi napon, hogy az autóját, illetve a autójukat, azt hiszem, hogy nem is az ő személyesen, hanem talán a feleségének az autóját, ha jól emlékszem, és a házuk egyik ajtaját, ezt beplakátolták, és egy olyan támadó cikk jelent meg ellene a Vásárhely 24 helyi hírportálon, ami szintén Lázár János támogató hírportál, természetesen Lázár Média, amely egy sor valótlan állítást is tartalmaz, és természetesen roppant negatív színben állítja fel ezt a talpig becsületes színben állítja be ezt a talpig becsületes embert. Én magam is az együttérzésemet szeretném kifejezni Berényi doktor úrnak és családjának, és én kérek mindenkit, hogy aki hozzám hasonlóan tisztelője és híve, támogatója a Berényi családnak, együtt menjünk ki Berényi doktor úr rendelője elő, hétfő este 6 órakor, és álljunk ki az két állásából, elbocsájtott vásárhelyi tisztességes polgár, és a sajtóban, sőt egy Havasi Katalin doktorné által írt körlevélben is megtámadott Berényi doktor úr és családja mellett. Félelmetes, hogy a pártállam ilyen eszközökkel dolgozik, hogy nem csak ezekről az emberekről van szó, hanem bármikor, bármelyikük, ön is ide fog kerülni, és ide kerülhet bárki. A fideszesek is egyébként, meg kell nézni, hogy hány fideszes embert is tisztességtelen módon küldenek el az állásából, akkor, amikor már nincs szüksége a pártállamnak az ő működésükre. Tehát a fideszeseknek is, ahogy mondtam, Hódmezővásárhelyen egyedül a Fidesztől kell félnie. Van egy aktivista, aki eljutotta hozzám azt a plakátot, amit tegnap bedobtak neki. Ennek a nyomtatása feltűnően azonos a Berényi doktorhoz került szórólapokkal. Hát a stílusát nem akarom minősíteni, de az, hogy egy szórólapot szóró és tüntetni hajlandó aktivista ilyen fenyegetést kapjon a postaládájába, ez szerintem a Kádár rendszerben sem fordult már elő. Tehát ez még annál sokkal súlyosabb kommunista diktatúrára emlékeztet. Én azt szeretném, hogyha ez a fajta személyes támadás ez nem ismétlődne meg a jövőben, és természetesen mindenki mellett ki fogunk állni. Ki fogunk állni nem csak erkölcsi értelemben, nem csak politikai értelemben, hanem jogi és anyagi értelemben is. Tehát természetesen minden jogi segítséget meg fogunk adni bármelyik üldözöttnek, politikai okból üldözött polgártársunknak, és akár anyagi segítséggel is fogjuk biztosítani. Azt erre is volt már példa. Egyébként volt egy adomány, amit én magam adtam át az egyik, nem az megnevezett, hanem egy korábban állásából elbocsájtott vásárhelyinek, tehát hál' Istennek vannak nagyon nagyvonalú és önzetlen emberek, akik segítik a bajba jutottakat, a politikai jogból üldözötteket. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, jön el holnap hétfőn este 6 órakor, és együtt álljunk ki szeretett barátunkért, gyermekorvosunkért, kollégánkért, vagy másik egyszerű vásárhelyi polgárért, kinek milyen kapcsolata van, ki hogyan kötődik a Berényi családhoz. Álljunk és mutassuk meg, hogy mi velük vagyunk, és nem a megfélemlítéssel, és nem a korrupcióval. Sajnos az látszik, hogy
addig, amíg ez a rendszer van, addig egyre több mindenért kell szégyenkeznie a fideszeseknek, hiszen egy ilyen hatalom elé nem lehet odaállni. Én azt gondolom, hogy ez annyira szégyenteljes, ez a mostani mindkét támadás. Tehát az, hogy a Berényi doktor úrnak az autóját, a házát beplakátolják, és az, hogy egy aktivistának a lakásába, a postaládájába fenyegető szórólapot dobnak, ez már olyan elfogadhatatlan szintet ütött meg, hogy én személyesen felhívtam a tegnapi nap Lázár János képviselőurat. Hát ő nem vette föl, a titkára vette föl. Nyilván nem szeretett volna velem személyesen beszélni, képviselő úr. Én elmondtam azt, hogy ez számomra elfogadhatatlan. A titkár úr megérezte, hogy honnan gondolom én azt, hogy a fideszesek voltak ezek. Hát mondom, tényleg végül is bárki más is lehetett. Nem is tudom, hogy jut nekem eszembe, hogy a fideszesek voltak. De emlékeztettem arra, hogy a tolvajpárt ellen küzdő, a korrupció ellen küzdő oldalon, ott mi velük ellentétben sem plakátot nem loptunk, sem meg nem rongáltunk, sem hasonló aljas cselekedeteket egyik támogatónk sem követett el. Hogy csak egy másik példát mondjak, a Jobbik helyi vezetőjének az autója mögé ilyen kis, nem Jancsi szegeket, de ez a külön kovácsolt kerék kiszúrására alkalmas vas szerkezeteket helyeztek el például még a februári kampányunkban. Tehát igen, amikor ennyire aljas, ennyire alantas eszközökkel dolgozik, csak a Fidesz. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, és kérek mindenkit, hogy a továbbiakban is tartsa magát ehhez a kulturált magatartáshoz. Ne érje semmilyen atrocitás a tolvajpárt képviselőit. Mi nem erőszakkal, hanem a tisztességes, becsületes kiállásunkkal szeretnénk más Magyarországot építeni, egy jobb Magyarországot építeni, amely valóban mindenki Magyarországa. Az azt jelenti, hogy még a most fideszre szavazóknak is, vagy még a most fideszeseknek is a Magyarországa. Természetesen az Európai Ügyészséghez való csatlakozás éppen azért fontos, hogy minden bűnöző rács mögé kerüljön, minden bűn perelhető és igazságszolgáltatás által megtárgyalandó legyen, mert sajnos a jelen világban, mint látjuk, nem ez a helyzet. Egy-egy hasonló atrocitás esetén most úgy látjuk, hogy ahogy például a februári kampányunkban az rágalmazó és antiszemita szórólap, amelyet néhány nappal február 25-ig elődobtak meg, több feljelentést tettek az azon szereplő emberek, egyébként Berényi doktor úr felesége, Bencédi Gabriella is már szerepelt azon a szórólapon is, és a rendőrség nem pontosabban eredménytelenül vizsgálta ki azt, hogy ki gyártotta azt a szórólapot, azt az antiszemita szórólapot. Hogy nem került sor. Én gyanítom, hogyha ezt és a Berényi Károlyi doktor úrnak az autóján és a házán lévő plakátokat megnéznénk, a rendőrség ezzel sem kezdene semmit, vagy nem tudna mit kezdeni. Alig hiszem, hogy a tényleges tettesek, a felbújtók, azok rendőrkézre kerülnének. Számos feljelentést tettünk, számos vizsgálatot kellett volna elindítani, és ezeket mind sorra visszadobta a rendőrség, vagy feljelentés esetén akár a bíróság. Tehát azt látjuk, hogy a jogállam az bizony nem működik ma Magyarországon. Nyilván az menet közben változtatott szabályokról, a gumiszabályokról nem is beszélve. Nos, ezek után, hogyha megengedik, akkor először a hét eseményein mennék végig, és ezt követően a következő hétnek még néhány másik időpontját szeretném a figyelmükbe ajánlani, és végül néhány általános országos politikai kérdést is esetleg szóba hoznánk, mielőtt az önök kérdéseire fogok válaszolni. A hétfői napon az első programponton Dakos József rendőrfőkapitány úrnak a beiktatása volt Szegeden a megyei főkapitányságon, a rendőrfőkapitányságon. Egy nagyon szimpatikus rendőrtiszt mutatkozott be ott számunkra, én azt gondolom, hogy az állomány számára is, tehát a rendőrök egész Csongrád megyében biztosan örömmel fogják fogadni a Pécsről most ide került főkapitány urat. Ő neki nagyon jó híre van, és volt Pécsen is. Nyilván nekünk nagyon jó munkakapcsolatom, személy szerint nekem nagyon jó munkakapcsolatom volt Piros Attila tábornok úrral, aki az előző, mintegy 11 hónapon keresztül az előző rendőrfőkapitány volt. Mindazonáltal természetesen gratuláltam a kinevezéséhez az új főkapitány úrnak, és természetesen majd adandó alkalommal egy szűkebb körű találkozón majd személyesen is fogunk tudni beszélgetni vele.
Egy-egy ilyen alkalom az mindig jó arra is, hogy más meghívott vendégekkel néhány szót váltsunk, így például nagy örömömre többek között mások mellett a helyi református Esperessel beszélgettem, ugye a Csokrád médiért felelős Esperes úrral. Örömmel értesültem arról, hogy a debreceni püspökségen már vannak források elkülönítve, hogy például a református új templomnak a felújítását azt majd hamarosan elkezdjék, illetve hasonlóképpen örömmel értesültem arra, hogy a susáni református templomra is megvannak a források, azt hiszem, hogy az még egy picit nagyobb pénz is annak a felújítására. Ott Nagy Zoltán, nagytiszteletű úr és a népes közössége, egy nagyon jó közösség működik egyébként Susánban, tehát ők is örülhetnek, hiszen a saját gyűjtésük mellett ők is a püspökség támogatásával tudják majd megújítani az egyébként számunkra építészetileg is jelentős vásárhelyi műemlék templomot. Ha már itt tartunk, ugye most a ma reggeli misén Németh László plébános atya szintén örömmel számolt be arról, hogy a Szent István templomnak a Kutasi út felé festése tervbe van véve, illetve a belvárosi templomnak egy jelentősebb felújítása, az, amihez ígéretet kapott Lázár János képviselő úrtól, hogy erre a kormány majd jelentősebb forrásokat, akár 500 millió forintot fog adni, illetve erre kell majd pályázni. Igaz, ez majd egy-két év múlva lesz, tehát nyilván itt azt szeretnénk látni, hogy mint a tramtrén építés is, lehetőleg ne a távol lévő homályába vesszen, és addig nyeljük a port. Én azt remélem, hogy itt valóban a templom felújítások terén akkor lesznek előrelépések, ami részben ugye az egyes egyház közösségeknek vagy püspökségeknek a kasszájából jön, és hát remélhetőleg akkor ezek szerint részben állami forrásokból is. Ez nagyon-nagyon jó hír. Hétfői napon még ezen kívül meglátogattam Magyar József urat, akivel egyébként hetente egyszer a vezetői megbeszéléseken is szoktunk találkozni, de most a Vámház utcában, a HME ZRT-nek a központjában tettünk látogatást Dombi Kis László úrral, megnéztük a telephelyet, megnéztük azokat a gépeket, amelyek a városi erdőgazdálkodás, erdészeti tevékenységektől kerültek be a HME ZRT udvarára. Itt ugye sajnos több olyan traktor van, amely szinte működésképtelen. Ezekkel szeretnénk valamit kezdeni, itt a felújításuk, akár bérbeadásuk, eladásuk is fölmerült. Ezeket is megnéztük, illetve a telephelyen van a tűzifa, amit a tramtrén építésből került oda be. Ezen kívül rendeltünk egyelőre 65 köbméterrel a Dalerttől is tűzifát, ugye a szociális tűzifa programunk keretében fog ez menni, és itt tájékoztatásképpen megjegyzem, hogy természetesen a kormánynak is volt egy ígérete a választási kampányban, hogy az a 12 000 forintos gázár kedvezmény, amit ilyen téli rezsicsökkentés néven a választások előtt a gázfogyasztóknak megadtak, hogy ennek a megfelelőjét a fával tüzelők is majd megkapják, erre Hódmezővásárhely pályázott, és várjuk a kormány válaszát, hogy mikor kaphatjuk meg ezt a tűzifát, hogy szétosszuk az arra rászorulóknak. A keddi napon a Klauzál Gábor általános iskolában jártam, ahol Miklós Anikó igazgatóasszonnyal és Balázs József tankerületi igazgatóurral beszélgettünk, a polgármester asszony, aki maga is a közoktatásban töltötte el az aktív életét, mint tanár. Tehát négyen beszélgettünk, beszéltük át a gyermeklétszám alakulását, az épület felújítását. Itt ugye emlékeznek, bizonyára volt két projekt, a tankerület, mind a kettő projekt eredménytelenül zárult. Az egyik az egy strukturális okból, ugye a városnak a közbeszerzési pályázata, ugyanúgy, ahogy Szegeden, Kecskeméten és más városokban is eredménytelenül zárult, tehát ott nyilvánvalóan egy rossz konstrukciójú pályázatról van szó. A tankerület pályázata, ott nincs erről szó, még csak az árról se lett volna probléma, hiszen volt egy érvényes pályázat, ezt el lehetett volna indítani, csak a közbeszerzésnek azt a formáját választotta a közbeszerző cég, hogy kettő érvényes pályázat kell. A második pályázó szintén egy hódműzővásárhelyi cég volt, ők is adtak be pályázatot, de az valamilyen okból nem felelt meg, talán inkább formai, mint tartalmi okból, de ez pontos okát most már nem tudom megmondani. Tehát ott lett volna érvényes pályázó, lehetett volna segíteni. Hát sajnos a tankerület pályázata is eredménytelen lett, ezeket majd meg fogjuk ismételni, hogy a források ne vesszenek el mindkét pályázat esetében. Tehát ezeket és maga az egész iskolának a helyzetét, ugye több helyszínen van, még a székutasi általános iskolát is a Klauzál Gábor iskola működteti,
az újvárosi iskola ugye az alsó tagozatos telephelyként működik, a Klauzál utcai telephely a felső tagozatosoknak ad helyet. Általában kettő párhuzamos osztályban van olyan, ahol három. Gyermeklétszám alakulása volt egy felfutás, nyilván azt reméljük, hogy meg lesz. Beszéltünk a tátos iskolának, a tanulóinak az átvételéről is, ami zökkenőmentesen lezajlott, és befogadták az ott korábban ott tanuló gyermekeket. Úgyhogy egy tartalmas és sok minden területet érintő beszélgetés volt. Az oktatás jövőjéről is beszéltünk, én ilyenkor ki szoktam fejteni, az Egyesült Államokban van néhány nagyon jó program. Az olvasásnak például, az elősegítésére, szövegértés elősegítésére, de hát beszéltünk a nyelvoktatásról is, és több más kérdésről, ugye köztudott, hogy már jövőre a középiskolás diákok akkor tanulhatnak tovább, hogyha nyelvvizsgával rendelkeznek. Én aggódva látom, hogy Hódműzővásárhely még nem kellően fölkészült erre a változásra, tehát itt jelenleg még mindig aggasztóan alacsony része szerez nyelvvizsgát a diákoknak, az érettségiző diákoknak, ez pedig jövőre már kötelező lesz. Szintén a keddi napon az ASA, vagy ASA építőipari Kft-nél jártam, Consolis csoportnak a tagja, ugye egy francia cégen keresztül egy nemzetközi befektetői csoporthoz tartozik, ez a korábban még az állami építőipari vállalati gyökerekkel rendelkező telephely, egy rendkívül nagy területet elfoglaló, komoly kivitelezési feladatokat ellátó betonépítő cégről van szó. Nagyon látványosan rendezett körülmények között folyik a munka, bár jelentős részben szabadban. Mintegy 200 hódműzővásárhelyemben dolgozok itt, egy részük alvállalkozó, és szépen fejlődik a cég. Ugye most az építőipar egyébként is fellendülőben van, még a jelenleg meglévő, kifutóban lévő Európai Uniós pénzek és projektek miatt. Ők is munkaerő hiánnyal küzdenek leginkább, tehát bárkit fölvesznek, és utána remélik, hogy ott tud maradni, bár egyelőre a kevesebb, mint fele a felvett új dolgozóknak az, aki beválik és marad. De mindenkit szívesen látnak, aki nyilván ez egy fizikai munka, komoly fizikai munka, aki megfelel és aki vállalja ezt a munkát, azok megfelelő nem csak bérezéssel, hanem juttatásokkal is motiválva vannak, hogy maradjanak és jó munkát végezzenek. Úgyhogy ez is egy olyan hely, ahol különösen építőipari szak embereket várnak, ácsokat, kőműveseket, vas szerkezeti lakatosokat és a többi. Tehát nagyon sok sikert nyilván kívánok ahhoz, hogy nem csak Hódműzővásárhely, hanem akár környékből is minél több munkást tudjanak foglalkoztatni, hiszen még mindig munkaerő hiány van, mint ezt láthattuk. Beszéltünk természetesen TAO pénzektől kezdve az egyéb támogatási lehetőségekről, mi hogyan tudunk segíteni nekik adott esetben, ha szakembert hoznak ide, akkor esetleg átmeneti jelleggel lakást például tud-e adni az önkormányzat, meg fogjuk nézni, és ha szükséges, akkor természetesen szívesen segítünk, vagy a munkaerő keresésükben akár felületet ajánlottam fel a Vásárhelyi Valóság című önkormányzati labban. Ezen a napon találkoztam még egy további befektetővel, aki szeretne Hódműzővásárhelyen beruházni az ipari parkban. Nyilván ennek nagyon sok feltétele van, de ami támogatást tudunk, azt én felajánlottam neki a továbbiakban, és én remélem, hogy ez egy sikeres befektető vállalkozó lesz, és megtelepszenek Hódműzővásárhelyen. Hogy emlékeznek, hogy az ipari parkunkban jelenleg is 37 hektár, hamarosan már teljesen közművesített terület van, ami befektetőket vár. Szerdai napon a Lemeztechnika Kft-nél jártam az ipari parkban, ott a tulajdonos úr jött el, Baranya megyében él, és a cég is sajnos egy korábbi, az előző városvezetéssel történt félreértés miatt az igen jelentős 1 milliárdos fejlesztését azt Pécsen hajtotta végre. Ezt nagyon szomorúan hallottam. Itt egy területértékesítési félreértés probléma volt még az előző vezetéssel. Én felajánlottam, hogy természetesen ez elfogadva, hiszen itt már a földmunkákat kezdik Pécsen, tehát ezt a beruházást ezt már nem tudjuk visszahozni. Ezeket a munkahelyeket sajnos már nem tudjuk Hódműzővásárhelyre hozni, de felajánlottam, hogy a következő, ugye egy expanzióban lévő növekvő cégről lévén szó, egy-két év múlva itt is ismét fejlesztési döntés előtt állnak. Minden támogatást szeretnénk megadni ahhoz, hogy ez a következő fejlesztés már Hódműzővásárhelyen legyen, itt fejlesztenek ők is, ez is egy nagyon komoly gépparkkal, nagyon komoly háttérrel rendelkező, nagyon sikeres építőipari cég, illetve hát vasipari cég,
Én nagyon remélem, hogy hamarosan hódműzővásárhelyet is fognak fejleszteni. Itt is beszélgettünk több támogatási lehetőségekről is. Ők nagy lelkű szponzorok, illetve mecénások, több olyan főleg gyermekeket érintő területen. Ezt a tevékenységet, ezt a továbbiakban is szeretnék folytatni, és felajánlották a városnak, én nyilván fogok is élni vele. Szintén találkoztam a héten a Bodrogi Bau Kft. Vezetőjével, Bodrogi Ferenc úrral. Itt a Bajcsi-Zsilinszky utca mellett, Mátyás utcán lévő irodaházukban látogattam meg. Ővel is áttekintettük, hogy milyen olyan projektek vannak, amelyek bennünket érintenek. Ott is tudomásul vettem, hogy egy jelentősebb, szinte milliárd fölötti beruházásuk a Szegeden valósult meg, az ottani tűzépet vették meg már korábban, tehát ott a rendelkezésükre állt a tér, a hely, tehát érthető, hogy miért ott fejlesztettek. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ismét lesz lehetőségük hódműzővásárhelyen is fejleszteni. Úgy szintén, ők ugye a komoly beruházásaik miatt most társasági adót nem fizetnek, tehát ebből adódóan taópénzt sem tudnak adni a vásárhelyi sportolóknak. Ők azonban évek óta lojális támogatói a hódműzővásárhelyi kosarasoknak, és ezt folytatni is szeretnék, ezt a szponzorációs tevékenységüket. De beszéltünk például a kukáknak a megfinanszírozásáról és hasonló kérdésekről, amiben nagyon szívesen segítenek a városnak, és hát ők is egy igen jelentős munkáltató, foglalkoztató, nagyon komoly építőipari csapatuk van hódműzővásárhelyi dolgozókkal, szakemberek is dolgoznak náluk, úgyhogy ott is kölcsönösen megnéztük, hogy mivel tudjuk egymást támogatni. Szintén jártam a héten Szegeden a Dalerd erdészeti igazgatójánál. Ott nagyon sok közös kérdést tekintettünk át. Ugyan erdősültség tekintetében Csongrád megye a harmadik legkevésbé erdősült megye, de Hódműzővásárhely területén is vannak, ugye ártéri erdők például, erdősávok és a kása erdő, úgyhogy ezeket is áttekintettük. Ezeknek a fejlesztésének, karbantartásának a főbb szabályait, az erdészeti tevékenység, fakitermelés vonatkozó részeit. Ugye a Dalerd volt az, akitől már most 65 köbméter tűzifát vásároltunk a szociális tűzifa programunk számára. Megbeszéltük a következő vásárlás feltételét is. Itt most fa hiány van, tűzifa hiány van az országban, úgyhogy már az is önmagában is nagyon komoly segítség, hogy a Dalerd megígérte, hogy a mi igényeinket, ami rászoruló lakosainknak az igényét, azt prioritásként fogják kezelni, és biztosítanak ehhez szükséges mennyiségben tűzifát. A szemétszedés, erdők tisztántartása, úthasználat és nagyon sok más kérdés is felmerült. Örömmel hallottam egyébként, a fa lopás nem jellemző a mi területünkön, természetesen szigorúan büntetik és üldözik ezt a tevékenységet. Ipari méretekben ez Csongrád megyében abszolút nem jellemző, nem szokásos. Nyilván a rászoruló emberek itt-ott összeszednek tűzifát, de szerencsére ez a tevékenység nem jellemző, nyilván továbbiakban is küzdenek ellene, országos szinten is egyébként, nem csak a Dalernél. Sportvezetőkkel is egyeztettünk, illetve hát leginkább a sportreferens úrral a városházán, hiszen hétfőn úgy rendkívüli közgyűlésünk lesz 1 órakor. A Fidesz-KDNP-vel már az időpontokban megegyeztünk, Hegedű Zoltán úrral beszéltem telefonon. Azt szeretném elérni, hogy azok a sportegyesületek, akiknek a TAO befizetései ezt lehetővé teszik, azok hadd támogassák a továbbiakban is az előző évekhez hasonlóan a város sport létesítményeit. Itt ugye bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy egy olyan javaslatot fogadott el, a közgyűlés egy olyan határozatot fogadtak el, ami gyakorlatilag ingyenesen biztosítaná ezeknek a látványsport egyesületeknek. 4 ilyen egyesület van, ugye a kosárlabda, a kézilabda, a fotball és a vízilabda. Ezeknek az egyesületeknek ingyenesen biztosítaná a létesítmények használatát, de hát tudjuk, hogy a probléma az nem csak az, hogy nekik nincs elég TAO pénzük, hiszen ezek nagy részét képviselő úr éppen Lázár János ígérete szerint ugye Makóra irányította. Meglátjuk, mint szoktam mondani, hogy megérkezik, ezt nem tudjuk, de hogy Vásárhely miatt nehezebb helyzetben van, és a Vásárhely gyermekek sportolását Lázár János borzasztó módon akadályozza ezzel, az biztos. Tehát a TAO pénz az egyik probléma, de hát a másik az, ami miatt a HMZRT valóban hogy fenyegetett bennünket azzal, hogy bezárja a stadiont, vagy bármelyik létesítményt,
az a forrásoknak a hiánya. Na most a Fidesz javaslata ez mintegy 40 millió forintnyi forrást vett el a létesítményektől, tehát az én aggodalmam az, hogy ezek után Kovács Pál úr lehet, hogy tényleg kénytelen lesz, vagy úgy dönt, hogy kénytelen lesz bezárni egyes sportlétesítményeket, amik ellen pedig nagy erőkkel küzdöttünk eddig is, és fogok is küzdeni a jövőben is. Tehát a kérésem a fideszes képviselőkhöz az az, hogy módosítsák úgy ezt a rendeletet, hogy amennyiben összejön a TAO forrás az egyesületeknél, akkor ezt a forrást ők fizessék be a létesítményeknek, hogy azok fenntarthatóvá váljanak. Számos tekintetben borzasztóan ostoba az a javaslat, amit elfogadtak, ugyanis hogyha a forrás megvan és nem fizetik be azt a forrást, ezek az egyesületek egyébként is elveszítik. Tehát az egyesületeknek semmit nem segített a javaslat, viszont 40 millió forintot kivett a városi sportlétesítményeknek a fenntartásából, óriási nehézség elé állítva persze anyagilag a várost. Úgyhogy remélem, hogy kompromisszumkészek lesznek a képviselők, bár az eddigi tapasztalatok, különösen az utóbbi időben nagyon negatívak. Ez a minél rosszabb, annál jobb taktika, és ugye megpróbálják ezt a másik oldalra fogni. Valamiért erről majd fogunk még beszélni, hogy mi minden van terítéken még. Ez egy ilyen kérdés volt. Nos, volt egy lakossági fórumunk ezúttal a Kertvárosban, ott számos problémával, kérdéssel foglalkoztunk, néhány új kérdés felmerült. Azt gondolom, hogy az egyik legtöbbet kérdezett vagy felvetett kérdés ez a furt kutaknak a bejelentésére vonatkozó állami kötelezettség. Itt amellett, hogy megbeszéltük, hogy ez milyen nagy anyagi terhet jelent, milyen sok hódmezővásárhelyi emberre, ugye akiknek nem volt korábban bejelentve, mondhatnám illegálisan, furt kutyaik voltak, nem voltak bejelentve ezek a kutak az önkormányzatnál. Most a terveztetés, stb. Igen jelentős, ugye egyesek szerint 100-200 ezer forintos költséggel is járhat ennek a bejelentése. Nagyon sok hódmezővásárhelyi kertesházban probléma ez. A jó hír az, amit a polgármesteri hivatal gyorshír szolgálatában is megosztottunk, egy sajtóhír, miszerint december elején a kormány várhatóan egy olyan módosítást, törvénymódosítást tesz, ami ennek az idei határidejét át fogja tolni valószínűleg 2 évvel későbbre. Reménykedem, hogy ez időt ad arra, hogy mi az önkormányzatnál is, de elsősorban a hódmezővásárhelyi emberek fölkészülhessenek erre az intézkedésre. Beszéltünk játszóterekről, csapadékvízelvezetésről, egyes utcákban, járdák állapotáról, a kerékpárutak rehabkocsival történő használatáról, erről már egyeztettem rendőrkapitány úrral. Valóban itt arra kell tekintettel lenni, hogy ahol a járda járható rehabkocsival vagy kerekesszékkel, ott mindenkinek ezt kell elsősorban használni. És ne akadályozzák ezzel a kerékpáros közlekedést a kerékpárúton, vagy akár az autós járműves közlekedést a közúton, tehát maga az úttesten. És kértem azt, hogy természetesen nem büntetés céljával, de figyelmeztessék a rehabkocsisokat, akik járható, jó állapotú járda esetén is a kerékpárutat vagy a közutat használják a járda helyett. Én önöket is arra kérem, hogy mindannyian próbáljanak mindig a biztonságosabb járdán maradni. Mások felvetették az állattartás szabályozását, ez érdekes, mert már a Visszhang utcai fórumunkon is felmerült, és azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek és fejezik ki a véleményüket. Én az egymás iránti tolerancia és megértés jegyében azt kérem, hogy fogadják el azt, hogy hódmezővásárhelyen van állattartás. Természetesen ennek a feltételét komolyan és következetesen szabályozni kell. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szomszédok zavarásának minden kisebb mértékével lehessen ezt megoldani. Említettem azt is, hogy személy szerint is volt nekem ebben tapasztalatom, ami egyébként megoldódott, tehát az egyébként is nagyon jobban voltam a szomszédommal, csak ebben a tekintetben nyilván ellentétes érdekeink voltak, de én megértem azt, hogy nagyon sok helyen ez még mindig probléma, ahol nagyobb mennyiségű állatot tartanak, ahol a csurgalék lé, a híg trágya vagy a trágya tárolás az nem megoldott, nincs zárt trágyatárolás, nincs napi elszállítás. Tehát bizony nagyon szigorú feltételek vannak, és ezeket be kell tartani közegészségügyi okokból is. És hát természetesen a szakhatás, a legyek és minden egyéb káros következmény miatt. Nem szeretnék azonban oda jutni, mint ahogy említettem a Visszhang utcai fórumon például Kanadában, ahol a kutya ugatást, a harangzúgást és a ruháknak a kiterégetését a közös udvarokra is betiltották. Tehát azt gondolom, hogy nagyobb toleranciával kell rendelkezünk itt Magyarországon, hódmezővásárhelyen ezen belül, és egyébként ez szerintem meg is van. Volt szó a hulladék, veszélyes hulladék elhelyezéséről is. Itt jó hírként megosztottam, hogy szemben Makóval, ahol
láthatóan, vagy tudomásom szerint az idén semmilyen pályázatot nem nyertek, itt hódműzővásár, és fejlesztések nem indultak el. Itt Hódműzővásárhelyen egy hulladékudvar pályázatunk az nyert, és fogunk 2 éven belül építeni egy veszélyes hulladékok tárolására alkalmas hulladékudvart. Ez mintegy 400 millió forintos beruházás lesz. Most úgy látszik, hogy a helyszíne az nem az állatvásártér a város északi részén, hanem a szennyvíztelep mellett a város déli részén lesz. Beszéltünk arról is, hogy az emellett elmenő szennyvíztelep melletti utat, ami a 47-es bekötő részét, körforgalmát összekötné a Tótmalom területével, tehát egyben esetleg majd ez is megújulhatna, ez egy másik kb. 400 millió forintos beruházás, ahhoz saját erő kell majd természetesen a városnak a büdzséjéből, de ez egy jelentősebb forgalmat levehetne a Bagolyvár alatti körforgalomról, ami a város közlekedésének talán legneuralgikusabb pontja. Szintén szóba került a héten a városban a strand áremelése, megkaptuk a strand vezetésének, a hódfürdő vezetésének a javaslatát, ami hát a legegyszerűbb számot, hogyha említem belőle, a teljes áru felnőtt belépőjegyet 1400-ról 1500 forintra javasolja emelni. Hát ennek nem is annyira természetesen a mértéke, ennek az emelésnek a mértéke meghatározó, hanem szeretnénk néhány olyan változtatást eszközölni, ami a vásárhelyi polgároknak a strand használatát segíteni és egyszerűbbé tenni. Én természetesen a strand hosszú távú nyitvatartása, üzemeltetése érdekében elfogadom azt, hogy több bevételre van szükség. A cél az, hogy minél inkább a látogatottság növelésével tudjuk ezt megoldani, és nem az árak emelésével. Azt is elfogadom, hogy a környékbeli strandok esetleg már drágábbak, mint a Hódműzővásárhelyi strand. Lehet, hogy a színvonal is más, tehát mondjuk nyilván egy hagymatikummal nem lehet összevetni a Hódműzővásárhelyi strandnak a szolgáltatásait. Itt olyan javaslatok jöttek, nagyon sok hasznos javaslat volt egyébként is, amit én láttam itt a gyorshírszolgálat alatti kommentekben például, itt a dohányzó hely kijelölését, nem tudom, hogy lehetséges-e törvényi feltételek mellett, de a dohányosok érdekében ezt is én elfogadhatónak tartom teljesen, tehát hogyha valaki egy egész fél napot vagy egész napot tölt a strandon és dohányos, akkor bizony indokolt az, hogy valahol tudjon dohányozni ennélkül, hogy kilép a strand területéről, vagy ha igen, akkor mondjuk meg kell oldani ki és a visszalépését is, vagy egy olyan területet kijelölni, ami erre alkalmas a strandon belül, és ahol nem zavarják a nem dohányzókat. Tehát hasonló felvetések, nagyon hasznos javaslatok érkeztek már. Egy ilyen például, hogy a 100 alkalmas bérlet ne 12 hónapig, hanem kicsivel hosszabb ideig legyen érvényes, mert sokan a 100 alkalmat nem tudják ilyen rövid idő alatt elhasználni. Most a 10 alkalmas belépő már egy ideje rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy a hódműzővásárhelyi emberek jogosan kérik azt, hogy nekik olcsóbb belépőjük legyen. Nyilván, aki más városból érkezik ide, ő egy alkalomra vesz csak belépőt. A hódműzővásárhelyeknek talán nem akkora probléma mondjuk egy 10 alkalmas jegyet venni. Biztosan van olyan, akinek ez önmagában is megerőltető, és nem akar egyszerre kifizetni 10 jegyet, hiába használja el a nyári szezonban. Azonban ez a 10 alkalmas jegy az, ami talán leginkább a hódműzővásárhelyeket tudná segíteni abban, hogy mondjuk ne az említett 1500, javasolt 1500 forintos belépő árat fizessék, hanem eddig 1200, most a javaslat szerint azt hiszem 1300 forintos jegyárat, tehát még olcsóbban is mehetnének be, mint eddig, hogyha egyszerre 10 jegyet vesznek és nem egyet. Hasonló javaslatokat várunk elsősorban, tehát hogyan lehet a belépő számot növelni. Persze mi gondoltunk már arra, és dolgozunk azon, hogy előbb-utóbb egy csúszdapark is legyen a vásárhelyi úszodában, ami folyamatosan magasabb látogatottságot, magasabb színvonalat eredményez. Nagyon sok más jogos észrevétel jött, nyilván aki úszni megy le a strandra, az sérelmezte azt többen, hogy ott a sportolók miatt gyakorlatilag néha nem talál helyet. Ezeket a kérdéseket is nyilván meg fogjuk beszélni a strandnak a vezetésével. Egyébként a pénteki közgyűlésre van benyújtva ez az áremelési javaslat, tehát ott fogjuk ezt megbeszélni. Hát a Fidesz-KDNP frakciójának a reakció és javaslatai azok érdekesek lehetnek. Hát azt láttuk az elmúlt időben, nem feltétlenül konstruktív javaslatok ezek, tehát lehetnek. Ugye, most a viccen sem mondom, de sajnos nem lehet tudni, hogy mi a vicc és mi a komoly. Az is lehet, hogy ők azt fogják javasolni, mindenki teljesen ingyen mehessen be a strandra, mert hasonló komolyságú javaslataik voltak ugye az elmúlt időben. Hát egy felelős fejlesztő politikát szeretnénk elérni a jövőben. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével Mátray Attila úrral, illetve a roma felzárkózási referensünkkel Tóth István úrral csütörtökön beszéltük át a közös aktuális kérdéseinket, itt munkahelyteremtés, tanoda és ösztöndíj program voltak a legfontosabb
témák, ugye ezek lassan haladnak ezek a kérdések, bár hál' Istennek vannak mindig jó hírek is, előrelépés is van, de ez egy küzdelmes folyamat. Elkezdődött a jégpálya építése, ugye a Tramtrain projekt miatt a szokásos hely most nem állt rendelkezésre, így egy korábban már egyszer használt részt, a Feketesas előtti részt használtuk, és emiatt például a taxi, az egyik taxi állomást át is kellett helyezzük, de mindenképpen annak ellenére, hogy ennek is egy közel 10 milliós költsége van, én is nagyon fontosnak éreztem, hogy a vásárhelyi gyerekek azok tudjanak jégkocsizni. Hát persze az időjárás függvényében ehhez tartósan egy 5 fok alatti, de inkább ugye mínusz hőmérsékletek kellenek ahhoz, hogy működhessen a jégpálya. És hát ennek a költsége is persze jelentősek. Szervezik a munkatársaink a Mi van a Puttonyban cirkusz előadást a vásárhelyi gyerekeknek, úgyhogy itt is több egyeztetés zajlott már e tekintetben. Én remélem, hogy egy nagyon jó és színvonalas, korábbi évekhez hasonlóan egyébként színvonalas műsor lesz, úgyhogy a vásárhelyi gyerekeknek lesz alkalmuk cirkuszba menni Mikulás alkalmával, a sportcsarnok használatával. És végezetül a galambok elszaporodtak a belvárosban, a galamb piszokadott esetben tólag galamb tettem, zavaró természetesen. Itt riasztással és csapdázással két pályázó közül fogjuk hamarosan kiválasztani azt a vállalkozót, aki segít nekünk gyéríteni belvárosi galamb állományt. Természetesen még a csapdázás esetén is a házi galambokat, amelyek gyűrűt viselnek, azokat természetesen szabadon bocsátják. Tehát a vásárhelyi galambászoknak a figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy a házi állataiknak a gyűrűzését azt mindenképpen tegyék meg. Gondolom, hogy ez egyébként is szokásos, hosszú távon mindenképpen szükséges gyéríteni a galambállományt, mert a belvárosban már túlságosan elszaporodtak. Nos, még egyszer emlékeztetnék akkor, hogy a holnapi napon egyrészt délután 1 órakor lesz egy rendkívül közgyűlés a sport támogatásokról. Itt kimondottan a sport létesítményeink fenntartása a cél. Én szeretném, hogyha nem zárnánk ki azt a lehetőséget, hogy a TAO pénzek feltöltése esetén a 40 millió forintot ők megkapják. Én magam is azért teszek meg minden többek között, és beszélek sok vállalkozóval, hogy TAO pénzekkel támogassa a vásárhelyi egyesületeket, hogy a létesítmények fenntartása is megvalósuljon, hiszen ha a létesítményeket nem tudjuk működtetni, fenntartani, világítani, takarítani, fűteni, akkor hiába támogatjuk az egyesületeket azzal, hogy nem kell fizetniük, egyszerűen nem lesz hol sportoljanak. A másik probléma pedig az, hogy ha ezek az egyesületek nem fizetnének a létesítményhasználatért, akkor teljesen jogosan jön az összes többi sportegyesület, akik ráadásul nem kapnak TAO támogatást, és szeretnék ők is ingyen használni, baráti körök és a többi, és hát akkor milyen alapon zárnánk ki az egyik érdeklődőt, hogyha egy másiknak ezt megengedjük, diszkrimináció mentesen. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha adott esetben bizony az egyesületek kárt szenvednének, tehát nem cél, ez hosszú távon sem cél. Nos, a holnap esti program a következő a közgyűlés után, ugye este 6 órakor, én nagy szeretettel várok mindenkit a Károly utca, Jóka utca sarokra, a Berényi doktor úr rendelője elé. Ez egy békés, szereteteljes kiállás lesz, az teljesen ízléstelen és alantas módon megtámadott és megfenyegetett Berényi család és az állásából elbocsájtott Pető Csaba és Lénát Miklós mellett. A héten lesz még ezen kívül egy lakossági fórumunk is a Mátyás utcai olvasókörben, csütörtökön 17 óra 30-kor, tehát 17:30-kor, és lesz egy újabb rendes közgyűlés pénteken délelőtt 9 órakor, lesz egy közmeghallgatás több témában, itt az állattartástól a közlekedésig, sportlétesítmények fenntartásától és sportegyesületek működésétől kezdve nagyon sok témánk van. A közmeghallgatás is a díszteremben lesz a Városházán, péntek délután 4 órakor. Egyben szeretném önöknek a figyelmét felhívni, hogy Hódműzővásárhelyi lokálpatrióták sokat segítenek azzal, hogyha Hódműzővásárhely története, dupla kötet, harmadik kötete megjelenés előtt áll. Leginkább azzal tudnának támogatni, hogyha a gyorshírszolgálaton megjelent bankszámlaszámra átutalnák. Egyébként most kedvezményesen, tehát a 9800 forintos, de itt két közel 1000 oldalas kötetről van szó, tehát a 9800 forintos árhoz képest 10% kedvezménnyel, és az első 100 megrendelő esetében egy dedikációval,
szeretnénk támogatni azt, hogy előrendeléseket adjanak le, az 10%-a csökkentett árnak az átutalásával, a közleményben megadott névvel, lakcímmel már most lefoglalhatják maguknak ezeket a példányokat, és amikor a szükséges kb. 2 millió forintos összeg rendelkezésre áll, akkor mi el is fogjuk indítani ennek a könyvnek a nyomtatását, úgyhogy remélhetőleg minden hamarabb ezt már önök meg is fogják tudni kapni. Azzal tudnak támogatni bennünket, hogyha mindenki, vagy a szeretteiknek esetleg megrendelik ezt a dupla kötetet. Én a múltkor talán rosszul mondtam, hogy rendszerváltásig megy, de 1956 az a korszak határa, ameddig ez a harmadik kötet most szól, tehát elsősorban a 20. század első felének a történetét fogják, város történetét fogják olvasni ebben a könyvben. Nos, azt gondolom, hogy a hét eseményeink kívül ugye a város aktualitását is megbeszéltük, és akkor most néhány olyan reflexió, ami a országos vagy helyi politikában érdekes, talán kezdjük itt a helyi politikával. Lázár János úr újabb kinevezést kapott, egy ismételt, egy kormánybiztosi pozíciót, a nem dohányzók védelme és a ménes birtok, a mezőhelyesi ménes birtok mellett immár a tramtrény beruházásért is felel. Hát ez hasonlóan, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos döntés. Az, hogy most ez mennyire gúnyolódás volt ugye a 2017 áprilisi javaslata után, amikor ő az egész projektet leállítani szerette volna, ezt ugye nekem nem tisztem megítélni, nem is tudjuk megítélni, de annak végtelenül örülök, hogy végre valaki kézbe veszi ezt a beruházást, hiszen sajnálatos módon minden sürgetésünk ellenére itt jelentős csúszások vannak, olyan, mintha szándékosan csatatérre akarnák változtatni Hódmezővásárhely belvárosát, és valóban ugye azt látjuk, hogy alig halad a munka, a munkások csak lézengednek, viszont le van zárva a teljes, vagyis hát ugye egy-egy sávra le van szűkítve a Bajcsy-Zsilinszky utca és az Ady Endre utca, de az Andrássy utcán is felfordulás van folyamatosan. Itt dolgoznak az Andrássy út, Kálvin tér és Petőfi utca közötti szakaszán is. Tehát azt látjuk, hogy nem halad a szükséges mértékben, és nagyobb a zavartatás Hódmezővásárhely közlekedésében és mindennapi életében, mint amit az a munka, amit látunk, indokolna. Hiszen már most ugye a közmű kiváltások után vagyunk, nem látjuk, hogy látványosan haladna, alig látunk egy-egy munkást, viszont a lezárások nagyon zavaróak. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre valaki felelősséget vállal ezért a projektért. Lázár János elsődleges feladata az lesz, hogy a Hódmezővásárhelyék számára megtisztítsa az utakat, rendezett közlekedési körülményeket teremtsen, felgyorsítsa ezt a beruházást. Ebben a tekintetben nem annyira öröm, hogy ő már inkább 2021-22-ről beszél, tehát az egyelőre láthatóan bekalkulált 5 havi csúszásnál is hosszabb késlekedésre lehet esetleg számítani. A költség növekmény, amit ő olyan érzékenyen kifogásolt 2017 áprilisában, az viszont úgy látszik, hogy nem változik, tehát a 71-2 milliárdról beszélgetünk immár, az eredetileg talán 23 milliárdos, később 30 vagy 60 milliárdos projektnél, tehát a költségek csökkentése úgy látom ma már nem cél, lehet, hogy ebben a stádiumában a projektnek ez már nem is lehetséges, úgyhogy az én reményem az csak az, hogy itt a felfordulást Lázár János így más saját hatáskörben, hiszen megnevezetten is a felelős ennek a projektnek, nagyon kérem, hogy oldja meg ezt a félpályás lezárás, ami például a volt úttörőház, Ady Endre utca és Kodály, Tóaj utca, saroknál szintén rendkívül komoly dugók vannak nap mint nap. Én azt kérem képviselő urat, biztos urat, hogy oldja meg ezt a helyzetet, mert valóban tűrhetetlen a vásárhelyeket, indokolatlan mértékben zavaró közlekedési viszonyok alakultak ki. Nagyon érdekes volt látni a pártállam propaganda gépezetének működését. Miniszter úrnak, a volt miniszter úrnak, bocsánat, a kinevezése kapcsán Csaba nevű, még meg nem nevezett új polgármester jelölteket fognak indítani. Itt sokan ugye Rezsa Istvánra gondoltak, mint leendő polgármester jelöltre, mások Lázár Jánost gondolják, hogy valamelyik településen indul. Ugye Schmidt Mária alapja, a fideszes figyelő például cikkezett már arról, hogy Szeged polgármesteri pozíciáját maga Lázár János kell, hogy elinduljon, és Botka László ellen felvegye a kesztyűt. Itt Hódmezővásárhelyen is ezt a lehetőséget sem zárják ki egyesek. Nem tudjuk, hogy ki lesz. Nyilván nagyon érdeklődve várjuk természetesen. Én remélem, hogy sikerül egy olyan korrupcióval összefüggésben nem hozható tisztességes fideszes jelöltet találni, mint Szegeden, mint Hódmezővásárhelyen,
aki valóban egy tisztességes alternatívát is kínál Hódmezővásárhelynek, és aki nem azt a mocskolódó és minősíthetetlen hangvételi kampányt folytatja, mint a jelenlegi fideszes politikusok. Itt ugye Kószó Péter például pszichopatának és bolondnak, sőt idiótának nevezett, miközben egyébként a közgyűlésen folyamatosan kiszoktak érni azt a hangvételt, amit eluralkodott. Én őket egyébként soha nem neveztem így, még azt is kikérhetném magamnak, hogy én hülyének neveztem volna őket, hiszen amikor én azt írtam, hogy hülyék, később azt javítottam, hogy ostobák vagy hazudnak. Én nekem egy pillanatnyi kétségem nem volt a felől, hogy ők nem ostobák és nem hülyék, hanem nyilvánvalóan hazudnak. Tehát még ebben a kontextusban azt merem állítani, hogy én nem neveztem őket hülyéknek. Ezzel szemben ő, aki ezt kifogásolja, ő pszichopatázik és idiótázik. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a teljesen már alkalmatlan és a város lakossága előtt becsületüket elveszített fideszes politikusok helyére valóban egy komoly feladat a kormánypártnak tisztességes jelölteket találni. Remélem, hogy fog nekik sikerülni, mert lényegesen javulna a városban a hangulat és a politikai közbeszédnek a színvonala. Egyébként az egész országban szükség van erre a felülemelkedésre, ahol el tudjuk ismerni a másik oldalon is azt, ami jó, és el tudjuk fogadni a kritikát azért, amit esetleg rosszul csinál a mi oldalunk. Van bocsánatkérés, és felül tudunk emelkedni a személyes nézőre, le tudunk ülni, ténylegesen dolgozni a közös célokért. Tehát ez a kultúra, ez nagyon hiányzik ma az állampártnál. És biztos, hogy az ellenzéknél is azért ezt el kell mondjam, hogy nyilván kevésen ellenzéki párt van, aki dicsérni szokta a kormányt. Én nálam többet talán még senki nem dicsérte őket azért, ami helyes és amit jól csináltak. Én természetesen éles hangon szoktam kritizálni is őket a lopáson kívül, a migránsok betelepítéséért is, a megfélemlítő gyakorlatokért. Én csak a spoiler. Nos, Lázár János egy pártokon felüli új jelöltről beszél, ez is egy jó gondolat, nyilván szívemből beszél. Ismét azt látom, hogy nagyon sokszor a Fidesz kommunikáció, ezt lehet, hogy még Finkelsteintől tanulták, mielőtt elhunyt egy-két évvel ezelőtt, a Fidesz rendszeresen vesz át Lázár János maga is, nem csak szavakat, ugye emlékeznek még, amikor a foci pilótajátéknak nevezte, tehát nem csak szavakat vesz át az ellenfelektől, hanem egész gondolatokat, javaslatokat is. Így azt gondolom, hogy a pártok feletti jelöltet, amikor Lázár János emleget, akkor azért talán joggal érzem úgy, hogy ezt a gondolatot is éppen tőlem idézte, úgyhogy nem is tehetném meg azt, hogy ne értsek ezzel a gondolattal együtt. És új képviselő jelöltekről is beszél. Én is folyamatosan azt mondom, hogy ezek a mai képviselő, fideszes képviselő jelöltek végtelenül lejáratódtak, és saját becsületükben önmagukat már megalázták. Valóban új jelöltekre van, tisztességes emberekre van szükség. Én azt örömmel látom, hogy Lázár János és a Fidesz is felismerte, hogy ezekkel a jelöltekkel nem esélyes, nem lehet nyerni. Én csak azt remélem, hogy ha lesznek is új jelöltjei, nagyon nehéz egyébként találni új jelölteket egy tolvajpártnak, egy bevándorlókat Magyarországra telepítő, egy uniós ügyészséghez nem csatlakozó, kastélyépítő párt mellé, ugye tisztességes emberek már nagyon régóta nem állnak oda, és nem vállalnak közéleti szerepet, de kívánom, hogy sikerüljön tisztességes jelölteket találni, mert Fidesznél nagy hiány van becsületes emberekben. Tehát ez egy jó gondolat, és hát sajnos a mostani képviselőjelöltek Lázár János szerint sem alkalmasak erre. Ezzel maximálisan egyetértek. Én azt remélem, hogy tényleg egy tisztességesebb kampány lesz, mint az eddigiek. Nem véletlen szerettem volna akár ezt lerövidíteni, ezt az időszakot. Igen. Ja igen, egy másik, különösen nem akarom a Berényi családot ismét idézni, Lázár János érzékenyen elmondta, hogy egyik kézzel jobb kezet nyújt neki valaki, itt rám gondol természetesen, vagy rólam beszél egészen pontosan, hogy egy úgymond baráti jobbot, én maradjunk annál, hogy egy úriemberi jobbot nyújt neki valaki, és közben a másik kezével a családját üti, én soha nem bántottam Lázár János úr családját szóban sem. A Berényi család sajnos egészen más tapasztalatokkal rendelkezik, tehát ismét a Fidesz olyanokkal vádol, akár engem, akár az ellenzéket, amelyet csak a Fidesz követel ma Magyarországon, ahogy a plakátlopás is csak a Fideszre volt jellemző, a választási szabályok gumiszabályként értelmezése csak a Fideszre volt jellemző. Tehát azt látjuk, hogy ki a pártállam, ki a kommunista, ki a bevándorláspárti ma Magyarországon, csak a Fidesz. Nos, végezetül egy utolsó
megjegyzés, ha megengedik. Volt még az Eliosz ügy, elnézést, többen kerestek engem a sajtóból. Meglepetésre a magyar kormány elindította és azonnal le is zárta a nyomozást Eliosz ügyben, és Orbán Viktor vejét nem találták. Vétkesnek Lázár Jánost úgy szintén gondolom fölmentették az Eliosz-os korrupciós ügyben. Nem tudom, hogy az Olaf, az Európai Unió mit fog ehhez szólni. Ugye nagyon hirtelen történt ez a lezárás. Nem csak Siófokon, mint az ottani polgármester nyilatkozta, de itt Hódmezővásárhelyen sem járt senki, nem kérték ki a szerződést, a megállapodást, nem ellenőrizték a szerződés teljesülését, a körülményeket, hogy mennyiben volt, hogyan zárták ki a versenyt, hogyan hozták ki győztesnek Tiborcz urat. Tehát nagyon érdekes volt ez a nagyon hirtelen lezárult nyomozás. Nem akarom mondani, hogy milyen történetekre, akár a vásárhelyi belső ellenőrzés felhasználás és körülbelül hasonló célokra történt az elmúlt időkben. Ugye ahol valamilyen gyanú fölmerült, ott azonnal mindenféle komoly nyomozás és vizsgálat nélkül le tudták írni, hogy minden rendben volt, minden jogszerű volt, minden határidőre megtörtént, nincs itt semmi vádnivaló, kérem menjenek tovább. Na hát ez történt Eliosz ügyben, és akkor utoljára most pénteken megjelent egy hír, hogy általunk elindított mozgalomnak a szervezeti oldala egy egyesület bejegyzésre került. Valóban fogunk majd hamarosan beszélgetni erről, és néhány héten belül tájékoztatjuk önöket. Semmilyen meglepetésre ne számoljanak, valóban az a cél, hogy a jövő évi önkormányzati választáson minden vásárhelyi településen legyenek tisztességes jelöltek, legyenek korrupció ellen elkötelezett, becsületes szakértelemmel rendelkező jelöltek. Én azt remélem, hogy önök közül is, akik ezt nézik, vagy a baráti körükből, nagyon sokan vállalni fogják azt a nem kis kihívást. A félelmet le tudják győzni, mert megfélemlítés van, akárhogy is próbálják azt hazudni, hogy ma demokrácia van és jogállam. Sajnos ellenzéki emberek félnek és nem mernek adott esetben kiállni. Mi mindenki mellett ki fogunk állni, nem csak a Berényi család mellett holnap este 6-kor. Mindenkit meg fogunk védeni, ez az ellenzéknek a titka, és mi akkor sem fogunk arra a szintre, arra a mélységbe süllyedni, mint a Fidesz, hogyha ők ezt fogják tenni. Továbbra is a békés megoldás mellett fogunk kiállni, és összefogás mellett. És hogy az összefogás ugye itt a mantrázza a fideszes média, folyamatosan súlykolja és próbálja mondani, egyrészt az, hogy ezek az ellenzékek nem tudnak összefogni. Hát ebben sajnos volt némi igazuk, de én nagyon reménykedő vagyok, valóban folyamatosan tárgyalunk több ellenzéki párttal is, változás érdekében elkötelezett ellenzéki pártok mindegyikével, és nagyon sok ellenzéki politikussal. Van egy jó közösség, amely véleményem szerint teljesen alkalmas lesz arra, hogy egy év múlva közös ellenzéki jelöltek, a tolvajpárt ellen közös jelöltek legyenek minden városban, minden településen, vagy legalábbis jelentős településeken mindenhol. Hát ez a célja ennek a mozgalomnak. Elindítottuk a munkát, és hamarosan várjuk is. Már most is jelentkeztek többen, én magam is fogok menni Sárvárra, de hívtak más településekre is, ahol örömmel fogok az ottani emberekkel beszélni. Persze én nem tudok mindenhova elmenni, de az a cél, hogy a tisztességes, becsületes emberek pártállástól függetlenül fogjanak össze minden településen, és vedjék kézbe saját településüknek az irányítását, az ottani politikát. Nos, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna én elmondani, és akkor nézzük az önöktől kapott kérdéseket. Érdeklődnék, hogy a Facebookon lévő vásárhelyi valóság oldallal kapcsolatban tesznek-e valamit? Ugyanaz a kérdés a Hódmezővásárhelyi oldallal kapcsolatban is. Hát teljesen igaza van, sajnálatos módon a Facebook még nem működik úgy, ahogy mi szeretnénk Magyarországon. Azaz hiába tettünk bejelentéseket, hogy ez az oldalt ezt tulajdonképpen ellopták előlünk, vagy hogy a Hódmezővásárhelyi oldala konkrét példáját mondjam, éveken át fizetett egy cégnek elég jelentős pénzeket a Hódmezővásárhelyi önkormányzat ennek az oldalnak a működtetéséért. Ez a cég, ez nem csak, hogy ugye ezt a pénzt nem fogja visszaadni szándéka szerint, feljelentést is tettünk egyébként ellenükben, de az sem vezetett egyenlőre eredményre, hanem ők ugye széttárták a karjukat, és azt mondják, hogy nem náluk van az oldal. Ezt Markó Csabával, az előző kabinetiroda vezetővel is megbeszéltem, ő hasonlóan eljátszotta a tehetetlent, és kijelentette, hogy ő nem tudja, hogy kihasználja, úgyhogy gyakorlatilag a Fidesz ellopta, megtartotta ezt az oldalt, valaki, aki ehhez jogosult volt, az nem adta át ezt a jogosultságot. Itt lehet az előző informatikusokra gondolni, lehet az előző kabinetiroda vezetésére gondolni, vagy lehet az alvállalkozóra. Ez a három
terület lehet, aki hozzáfért, és aki nem hajlandó ezt visszaadni a városnak. Nem, abban az érdekes, nyilván ha egyszer jogállam lesz, akkor remélem, hogy felelnek majd ezekért a tettekért, szerintem lopásnak minősül, tehát ez köztörvényes eset. Lázár János is tehetne valamit, hogy mondjuk a lopás ne legyen ilyen elterjedt Magyarországon, ő sokszor úgy látom az ellenkező irányban dolgozik. Egyelőre ezt ugyanúgy, mint a gumiszabályokat és a demokrácia lábbal tiprását, ezt is el kell fogadjuk. Ahol a feljelentések mondjuk plakátlopás esetében is visszautasításra kerülnek a rendőrségtől, ott nem tudunk reménykedni abban, hogy itt jogi megoldást fogunk találni erre az igazságtalan és jogszerűtlen megoldásra. Úgyhogy mi járjuk a magunk útját a tisztességes oldalon, mi elindítottuk a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal gyorshírszolgálatát, és ma azt látjuk, hogy természetesen aktivitás szempontjából tökéletesen helyettesítette is a korábbi önkormányzati oldalt. A vásárhelyi valóság szintén egy ilyen ellopott oldal, de szerencsére a mi felületeink azok természetesen nagyon jól működnek, ezek az ellopott felületek, ezek csak a Lázár médiának a cikkeit osztják meg, tehát nincsen különösebb jelentősége szerintem. Azokat az embereket, akiket elér, azok kellő intelligenciával pontosan rájönnek, hogy itt Lázár Jánosnak az üzeneteit, sok esetben hazugságait fogják olvasni, tehát új embereket már nem fognak elérni. A bérházak között felhamozódott levélhalmokat mikor szállítják el? Nagyon jogos a kérdés, tegnap én magam is néztem, sajnos azok a kollégák, akik az elszállítással foglalkoznak, tegnap nem dolgoztak, tehát ők nem voltak szolgálatban tegnap, úgyhogy ezt majd holnaptól fogják elszállítani. Én már beszéltem cégekkel arról is, hogy az Egyesült Államokban használt ilyen óriási porszívónak nevezhető utánfutó, ami a szemetes autókra fölrakodja egy szívó hatásra porszívóként ezeket a levélhalmokat, hogy egy ilyennek a beszerzését idővel majd elindíthassuk. Én remélem, hogy lesz ilyen megoldás, és az hatékonyabbá teszi a levelek pakolását. Mekkora annak az esélye, hogy a Csengettyű közi minőségi otthoncsere program újraindul? Miért nem az állam fizet az üres lakások után? Hát ez mind a kettő jogos kérdés, de az első akkor, mekkora az esély, hogy újraindult, tehát szerződésünk van rá márciusban, esedékes a következő szakasza ennek a pályázatnak. Ott az előző, ugye emlékszem, hogy 400-500, közel 500 milliós csomaggal szemben, itt most egy 3 milliárdos következő lépcső van. Tehát nyilván amikor azt halljuk, hogy az Európai Unió az ipari méretű lopás, ugye ők ezt szebb szavakkal fogalmazták meg, ugye a rendszer szintű korrupció miatt késleltetve fizeti a magyar kormánynak a támogatásokat, akkor fölmerül, hogy ezt a 3 milliárdot ezt a kormány majd elő tudja teremteni. De szerződés és megállapodás szerint erre minden bizony a sor fog kerülni, és folytatódni fog. Ugye körülbelül 40 érdeklődő van még a Csengettyű közben, aki szeretné eladni. Mi védeni fogjuk azokat, akik nem akarják, hogy azok maradhassanak a Csengettyű közben, és mindent megteszünk azért, hogy az a 40 ember, aki szeretné eladni, az pedig eladhassa, és az állam támogatásával ezeket mi megvehessük. És hogy miért nem az állam fizeti az üres lakásokat, most a héten már Orbán Viktorhoz fordultam, Gyopáros Alpár és előzőleg Lázár János után, vagy Gulyás Gergely után, semmilyen észszerű magyarázat nincs arra, hogy az a 32 lakás, ami üresen áll, ezt addig is, amíg nem lesz más felhasználása ezeknek a lakásoknak ebben az épületben, miért ne adhatnánk ki erre váró Hódmezővásárhelyi fiataloknak, orvosoknak, nővéreknek, hazaköltöző vásárhelyieknek. Tehát észszerű magyarázat nincs, mint ahogy persze észszerű magyarázat arra sincs, hogy miért kellett a 2001 néhány száz fős lakosú felcsútani egy 5000 stadiont építeni, hogy a Belgrád-Budapest gyorsvasutat miért nem Szeged-Kecskemét érintésével fogják majd megépíteni, hogy Paks 2-t mondjuk miért kell megépíteni, amikor abból gyakorlatilag most már látszik, hogy abszolút gazdaságtalan, hogy miért kellett Ócsára egy lakóparkot építeni. Tehát amikor elgurul a gyógyszer, ahogy szokták mondani, tehát amikor már a józan kontrollt elveszíti egy hatalom, ahol csak a megalománia, a lopás számít, akkor ilyen észszerűtlen döntéseket hoznak. Én azt gondolom, hogy ez is egy politikai bosszú, egy kicsinyes politikai bosszú Hódmezővásárhely ellen, hogy egy egyszerű aláírást megtagadnak tőlünk a csengettyűközi lakások esetében. Sokkal normálisabb lett volna ezen fölülemelkedve ezt a nagyon jó és észszerű javaslatot, amit beterjesztettünk, egy aláírással támogatni. Többek közt ebből látom azt, hogy ez a hatalom ez nem marad örökké. Amikor ilyen intézkedéseket tesznek, akkor az látszik, hogy ez az utolsó
stádium, itt már csak a megfélemlítés, az, hogy józan és okos politikával megnyerjék a magyar embereknek a bizalmát, támogatását, Fidesznél erről már nincsen szó, most a megfélemlítéssel és a zsarolással, a bosszúval lehet még megtartani a szavazókat, a bizalmat, de ez mindig a bukás és a rendszerváltás előtti utolsó stádium szokott lenni, hát reménykedem benne, hogy ez záros határidőn belül nálunk is így lesz, és lesz egy tisztességes, becsületes kormány majd Magyarországon. A vásárhelyi rendőrség mit tesz annak érdekében, hogy kézre kerüljenek azok, akik a doktor úr autóját rendelőjét teleplakátoltak? Hát nagyon jó a kérdés, nyilván egyelőre semmit, erről is majd fogok beszélni a rendőrkapitány úrral. Én azt sajnos nem várom, nem is, valószínűleg most pusztán technikai okból is nagyon nehéz mondjuk egy ilyen plakátot ugye beazonosítani, ezen új lenyomatokat keresni, bár azt mondom, hogy a papíron talán még lehet is, de hát azok, akik ezt tették, mondjuk legfeljebb a fideszes aktivista hálózatban lehetne, de hát természetesen tudjuk Lázár úr titkárától, hogy nem tudom, hogy milyen alapon tételezzük fel, hogy ez a Fidesz volt, tehát persze nem tudjuk, de nyilván ezekről az emberekről nincsen új lenyomat adatbázis, úgyhogy nagyon nehéz ezt megnézni. Talán a kamerarendszer segítene, de hát ugye a vásárhelynek nincs minden utcája bekamerázva, úgyhogy egyelőre itt legfeljebb egyébként a környékbeli, hogyha már rákérdeztek, ez jó ötlet, a környékbeli tehetősebb lakosoknak szerintem van kamera a lakásán, esetleg a környékben élők nézzék meg, ezt megkérném a Vas utca és a Mátyás utca környékén élőknek, hogyha esetleg meg tudnák nézni, hogy azokon a felvételeken van egy gyanús mozgás, esetleg felismerhető emberek mozognak-e ott, akiket közé lehetne tenni a kamerák felvételét, és azok alapján hátha el lehetne kapni ezeket a gonosztevőket. A Bajcsi-Zsirinszki utcában a kerékpár úton nagyon sötét van, a fák takarják a világítást. Mit lehet tenni ebben az ügyben? Hát nyilván itt azt lehetne tenni, hogyha a világítás nem a fák fölül jönnének, hanem alulról. Tehát egy teljesen új világítási, közvilágítási megoldást, hálózatot kellene kidolgozni. Ez nem, ilyen még nem láttam sehol egyébként, de puszta logika alapján azt gondolom, hogy ez erre van technikai lehetőség. Persze ez is pénz, nem csak a kiépítése, de a működtetése is az. De jogos, teljesen jogos egyébként azt gondolom. Én is közlekedtem már a sötétben. Nagyon sok helyen van ez így egyébként, a Hódmezővásárhelyi utcáknak jelentős része fás, és ez nagyon jó, borzasztó hangulatos, nappal, nagy melegben különösen hasznos, de este sajnos visszajut, mert a közvilágítás pont a járdákra nem jut. Kifelügyeli a Kása erdőben a fakivágást, több nagy fát is kivágtak. A Dalerd, ahol jártam most csütörtökön, ők abszolút szakmai alapon gyérítik, ritkítják a fát, a faállományt. Az elsődleges cél egyébként az erdőknél a közhasznú, tehát az erdőnek a funkciói közül, a hármas funkció közül a életminőség javítás. Az elsődleges cél a Kása erdőben különösen, tehát ez nem egy elsősorban a fakitermelésre tartott erdő, úgyhogy itt csak a fák egészségi állapota indokolja, úgymond én szerintem a kivágásokat, de mindesetre a Dalerd igazgatóra leegyeztetve, tehát falopásról nincsen szó. A Penny parkolóban nem lehetne szelektív kukát gyakrabban üríteni? Heti ürítést beszéltünk meg a HMS vezetőjével, Kovács Pál úrral, meg fogom nézni, hogy indokolt-e. Hogyha nem szeretnénk, nyilván annak költsége van, ezért úgy, ahogy önöknél is otthon a kertesházakban a javaslatunk az volt, hogy önök rendeljenek, kérjenek letéti díj esetében, tehát fizetni megvásárolni nem kell, de egy letéti díj, a 17 000 forintot kell fizetni, és akkor kapnak egy-egy második szelektív kukát. Meg fogjuk nézni, hogy ezeken a helyeken, ha indokolt, akkor egy-egy további kuka beállítása az lehet a megoldás, és nem a gyakrabbi ürítés. A gyakrabbi ürítés ugye a teherautó fuvarok miatt többbe kerülne, viszont hogy ha megtelnek ezek a kukák egy héten belül is, akkor bizony megoldás lehet az, hogy még egy kukát tud kihelyezni, tehát bővíteni a kuka állományt. Először ügyben a nyomozó hatóság megkereste önöket, a sajtó is ezt kérdezte, nem keresett meg bennünket, egyáltalán nem jártak sem nálunk, sem más városokban. Úgy látszik, hogy a hatóság enélkül is szerette volna minél gyorsabban lezárni ezt a miniszterelnök úrnak és vejének, Lázár Jánosnak roppant kínos ügyet, ugye amiben az Európai Uniós hatóságok azok nagyon komoly korrupciós vádakat látnak. Egyébként, hogyha valaki elolvassa, hogy pontosan mi történt, akkor itt logikai alapon egyértelműen bebizonyítható, hogy milyen korrupt rendszert működtet a Fidesz, Lázár János, Tiborcz István egyaránt. Ez
nevetséges, hogy így mondjam, hogy ezt ilyen egyszerűen lesöprik, de addig, amíg a Fidesz van kormányon, addig, amíg korlátlan hatalmuk van, addig meg fogják tudni akadályozni, hogy a miniszterelnök úr veje, vagy Lázár János börtönbe menjen. Abban a pillanatban, hogyha egy tisztességes rendszer, egy jogállam lenne Magyarországon, akkor ezt már nem fogják megakadályozni. Az önmozgalma egy párt lesz, vagy egy civil szerveződés, amely elősegíti az összefogást. Ez az utóbbi. Ez egy egyesület, ez a jogi formája, éppen azért, mert mi valamennyi rendszerváltás iránt elkötelezett pártot szeretnénk támogatni, és azért is, mert a mi célunk az egy év múlva, most már nincs egy év, az önkormányzati választásokig, ezzel az önkormányzati választáson szeretnénk azt elérni, hogy minél több hódmezővásárhely legyen, minél több olyan város legyen, ahol tisztességes vezetés van, ahol gátat tudnak szabni a megfélemlítésnek és a lopásnak. Én azt szeretném tehát, hogy ezek az ellenzéki pártok mindenütt meg tudjanak állapodni egy-egy közös jelöltben, mint ezt nagy sikerrel megtették Balmazújvárosban, és megtették Rákospalotán is. Ezt fogjuk elősegíteni a következő szűk egyesztendőben, ez a cél ennek az egyesületnek, és hát nyilván azokat képviseljük ebben az egyesületben leginkább, de nem csak, akik egyelőre mondjuk egyik párthoz sem csatlakoztak, ha úgy tetszik, a függetlenek vagy a civilek. Úgyhogy ez a cél. Hogyan lehet csatlakozni az ön mozgalmához? Egy kis türelmet fogok még kérni, tehát valóban itt most még egy előfeltétel teljesült, nevezetesen az egyesületnek a bejegyzése, azt, hogy ez hogyan fog a jövőben támogatást adni az egyes városi szerveződéseknek, ennek a részleteit ezt hamarosan, tehát néhány hét, egy hónap vagy néhány hónap múlva ezt mindenképpen önökkel fogjuk közölni. Már most, amit tehetnek, az, hogy minden egyes településen fogjanak össze azok, akik szeretnének változást elérni, akik egy új, tisztességes vezetésre vágynak. Én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy nagyon sok településen a fideszes polgármester is lehet egy tisztességes, jó alternatíva, tehát nem a Fidesz leváltása a cél, hanem a korrupció leváltása a cél. Azokon a településeken, ahol a lakosság bizalmát egy nem bűnöző, fideszes vezetés élvezi, ott én nem is tudnék jobbat javasolni, mint hogy ezt a jelenlegi vezetést támogassák a jövőben is. Hogyha véletlenül lenne ilyen, akkor természetesen semmilyen ellenzéki pártot sem támogatnék, amely nyilvánvalóan korrupt. Tehát nem a Fidesz leváltása, hanem a korrupció, a tolvajlás megállítása a cél. Így aztán, hogyha ellenzéki, de korrupt vezetés van, én személy szerint nem tudnám támogatni ezt a politikai mozgalmat. Itt tehát egy tisztességes alternatíva felépítése cél. Ezt minden egyes településen önök, akik ott laknak, önök tudják eldönteni. Nyilván mi meg fogunk bízni, hogy ha a Szocialista Párt, a Jobbik, a DK, Momentum és más ellenzéki mozgalmak, pártok meg tudnak egyezni egy közös jelöltben, és ennyire különböző ellenzéki szervezetek meg tudnak egyezni egy közös jelöltben, akkor feltételezhetően ez tényleg egy jó jelölt lesz, tehát ez egy nagy bizalom. Úgyhogy mindenki azt kérem a saját településén, ahol van ilyen ambíciója, ott a polgárok fogjanak össze, alakítsák meg a szabadság kis köreit. Az ő összefogásukkal keressék meg az ottani pártokat, ellenzéki pártokat, azokat a politikusokat, akikben önök megbíznak, hogy tisztességesek, korrupcióellenesek, szakértők, és próbáljanak egy közös csapatot és egy polgármester jelöltet találni minden településen. És ezt a csapatot, ezt a polgármester jelöltet szeretnénk mi, az egyesület támogatni, szakmai tanácsokkal ellátni, reklámmal, ha úgy tetszik, tehát népszerűsítéssel támogatni, akár jelölő szervezetként is, de minden egyes településen igazából az lenne a megoldás, hogy saját egyesületet alkossanak. Vannak olyan városok, ahol ez megtörtént, itt Hódmezővásárhelyen is megtörtént, vagy Pécsen például, a Mindenki Pécsért egyesület már is nagyon jó úton áll és szerveződik. A sajtóban is olvastam, és persze értesültem arról is, hogy Székesfehérváron is találtak egy jó jelöltet, én remélem, hogy valóban széleskörű támogatásra fog találni. Számos más városban is előre haladott állapotban van. Minden településen kérem, hogy ezt szervezzék meg. Mi pedig az egyesülettel minél hamarabb szeretnénk odáig eljutni, hogy legyen a 106 választókörzetre, vagy a 19 megyére és Budapestre egy-egy olyan szervezet, aki ott majd felveszi a kapcsolatot, vagy önök egymással felveszik a kapcsolatot ott helyben, és mi pedig meg fogjuk szervezni azt a támogatást, azt a módszertant át fogjuk adni önöknek Facebook használatára, kommunikációs tanácsokat tudunk adni önnek, jogi segítséget tudunk adni. Föl tudjuk készíteni azokat a győzelemre esélyes, független vagy ellenzéki jelölteket,
arra, hogy mi történik, hogyha megnyerik a választást, bemennek a hivatalba, akkor hogyan fogjanak a munkához. Tehát ebben szeretnénk minden szélesebb körben tanácsokat és segítséget adni, és valóban a cél az egy független, nem feltétlenül, bocsánat, tehát független ellenzék, most nem a párt, a fontos, vannak olyan települések, ahol a legalkalmasabb jelölt egy szocialista politikus, vagy egy jobbikos politikus, vagy akár egy fideszes politikus is. Nyilván, hogyha a legalkalmasabb jelöltet megtalálják, azért azt gondolom, hogy viszonylag nagy települések esetében valószínűleg nem fideszes politikusokról fogunk majd beszélni. Itt inkább a kis településeken tudom én ezt elképzelni. De minden esetre egy-egy hiteles politikus mögébe tudnak állni, és egy csapatot felépíteni, akkor az a cél nekünk, hogy egy tisztességes, becsületes Magyarország épüljön már az önkormányzati választások alkalmával. Hogyan? Igen, a csatlakozás, tehát lehet majd csatlakozni, igen. Én azt gondolom, hogy valószínűleg december vége, január eleje lesz az, amikor meg tudjuk ezt nyitni, ezt a folyamatot, és előre is köszönöm, hogyha minél többen fognak csatlakozni, természetesen. Mikor foltozzák a Rárosi utat? Borzalmas. A Rárosi útnak egy részét sikerült már foltozni, éppen egy múlt héten találkoztam valakivel, aki ott lakik, és aki nagyon örült annak a munkának, amit eddig elvégeztünk. A másik, a maradék szakaszon, ott pedig ugye az elkerülő útig tartó szakaszon, ott egy teljes újraaszfaltozást szeretnénk indítani minél hamarabb. Nyilván az idei évben ezt már nem fogjuk megtenni, bár a közbeszereztetése remélem, hogy már el is indult, mert azt kiadtuk már egy közbeszerzés bonyolító cégnek. Jó, most egyelőre három kérdésünk van még, és utána nyugodalmas jó éjszakát fogok kívánni önöknek. A kormány által megígért rezsicsökkentés a fával tüzelők számára mikor és hogyan lesz elérhető? Mi a pályázatunkat beadtuk, úgyhogy a kormány értesítésére várunk. Mi is úgy gondoljuk, hogy ennek már most novemberben legfőbb ideje. Tehát várjuk, hogy a kormány értesítse bennünket, de úgy tudom, hogy ez folyamatban van, tehát a legutóbbi információm szerint ez most már nagyon hamar be fog következni. Van-e terv arra, hogy 2019-es választásokon ne legyen csalás? Igen, van. Mi Hódmezővásárhelyen azt tettük, hát sajnos az, hogy milyenféle csalások vannak a választásokon, most egy szó talán megérez, az, hogy a nyugaton élő magyarokat, mivel ők nem feltétlenül a hívei a Tolvaj kormánynak, hogy őket akadályozták a szavazásban, a szavazatuk leadásában, az, hogy ezzel szemben a kárpát-medencei magyar állampolgárokat, nemzetiségtől függetlenül, tehát nyilván nagyon sok ukrajnai választót, akit aztán hát nyilván jó részük lehet magyar származású, egy másik részük nem, hogy ezeket utasztatták, és akár levélben is szavazhattak, és magyarországi bejelentés lakcímmel másodjára is leadhatták a szavazatukat a határmenti településeken. Tehát az ilyenfajta egyébként Kúria által elismert csalásokat, választási csalásokat, ahogy a Fidesz csalt. Ezeket nem fogjuk tudni nyilván befolyásolni, de az önkormányzati választáson a határon túli szavazatok az kevésbé érdekes. Aztán ugye tudjuk azt, hogy hogyan lehet még csalni, itt a láncszavazásra tessék gondolni, vagy a telefonnal rögzítendő szavazólap, ami után mondjuk egy kocsmában vagy egy trafikban lehet átvenni néhány ezer forint jutalmat. Tehát, hogy ezek ellen hogyan lehet fellépni, vagy az utaztatás ellen, vagy a Kubatov lista szintén nagyon jól dokumentált, mert melyik demokráciában, jogállamban a Kubatov Gábor és csapata az biztosan komoly retorziók elé nézett volna, hiszen ez teljesen törvénytelen, ami videófelvételen, hangfelvételen bizonyíthatóan történik a Fidesz részéről. Tehát ezek ellen a választási csalások ellen, hát nyilván tiszta eszközökkel harcolunk, de meg lehet fordítani ezt a küzdelmet. Mi például itt Hódmezővásárhelyen, február 25-én, mi felajánlottuk és szórólapon is meghirdettük, hogy az ilyen szavazatvásárlós csalást, aki bebizonyítja számunkra, hogy ilyen történt, akár egy rejtett felvétellel, fényképpel, vagy személyes tanúskodással jelentkezik és elmondja, hogy melyik vállalkozó is kifizetett neki, és mennyit azért, hogy bármelyik pártnak a jelöltjére, konkrét jelöltjére szavazzon. Tehát aki jogerős ítéletet eredményező módon ilyenre bizonyítékot hoz, annak mi annak idején 250 ezer forintot, jövőre valószínűleg már 1 millió forintot fel fogunk ajánlani. Tehát az a cél, hogy bármilyen választási csalás történik, mi ezt lebuktassuk, és bizonyítékokkal dokumentáljuk. Nálunk több autó járt a Hódmezővásárhelyet annak idején, több sajtóorgánum is egyébként itt volt, jelen volt Hódmezővásárhelyen, több párt részéről és helyi független emberek részéről, és ők figyelték, hogy kik utaztatják a
szavazókat, kik szervezik, kik azok, akik házról házra járják. Tudjuk ezáltal azt is, hogy például az akkori önkormányzat dolgozói kijártak a saját ügyfeleikhez is, zavarták el őket választani. Tehát, hogy ez ellen mindenütt föl kell lépni, dokumentálással, videóval, ott kell lenni a helyszínen, ehhez minden nagyobb csapatra van szükség, kamerákkal felszerelve, a szavazókörök környékén figyelni kell azokra az autókra, amik ismétlődően megjelentnek, és ezeket dokumentálni kell. Nyilván ennek a tevékenységnek egy része, ez nem jogellenes, de dokumentálás esetén azt gondolom, hogy legalábbis nyilvánosságra kell hozni. És hát természetesen volt lehetőség a csalásra akkor is, hogyha mozgó urnával sokszor maga tehetetlen emberekhez mentek ki, és a szavazó biztosok mondjuk, akik jelen voltak, adott esetben szinte újukkal mutatva valamilyen módon instrukciót adtak, vagy megvezetni akarták a kezét a szavazópolgárnak, választópolgárnak. Tehát ezekre vigyázni kell, minden szavazókörbe kell legyen független ellenzéki képviselő, a mozgó urnát minden esetben kísérnie kell az ellenzéki jelöltnek, és természetesen a szavazatszámlálásnál is nagyon kell vigyázni, hogy ott a szavazólapok számával való játékot, az eltéréseket, az esetlegesen már beledobott, vagy megsemmisített, vagy érvénytlenített szavazatokat megakadályozzuk. Tehát igen, nagyon sok eszköz van, mindenkinek erről is fogunk egy oktatást tartani, minden egyes településen javaslom, hogy önök minden elővigyázatosságot tegyenek meg, és akadályozzak meg a csalást, mert megint csak a kékcédulás csalás óta nem volt olyan kommunista párt Magyarországon, mint most a Fidesz, amelyről bizonyíthatóan a kurja bírósági ítéletével kimondottan bizonyíthatóan tudjuk, hogy választási csalást követel. Jövő héten raknak ki több kukát a Pennyhez. Nagyon szépen köszönöm Kovács Pál úrnak, a HMS igazgatójának a kommentjét. Tehát az itt elhangzott felvetés, hogy a Penny Marketnél gyakrabban kellene üríteni. A megoldás tehát nem ez, hanem hogy több kuka legyen, és ez jövő héttől már meg is fog történni. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmüket, Kovács Pál úrnak pedig a gyors válaszát. Mindenkinek nyugodalmas vasárnap estét kívánok, a viszontlátásra!